Ennek az útnak a közelében történt a különös eset Tolna-Némediben. Innen néhány méterre támadta meg egy kalapáccsal a település polgármesterét az egyik földtulajdonos. A helyiek azt mondják, régi problémát kívánt orvosolni a település vezetés, amikor kiment a város határában álló földterületre. A kilátóhoz vezető utat szeretné rendbe tenni, annak érdekében, hogy járművel és gyalogosan is fel lehessen oda jutni. Ám az ottani terület egyik tulajdonosa ezt meg akarja akadályozni. Előzmény annyi volt, hogy nem lehetett kimenni a kilátóhoz, mert fölástak, elsoromposzták. Tehát annyit tudok, hogy a bátyámik is ki akartak menni az erdőbe valami faügybe, és nem tudtak felmenni terápiával, valószínűleg mert le volt soromhozva az út. Tehát ott lezárták azt a területet, lezárták ezek szerint önhatalmulag? Hát, hogy az ő földjük. Szóval azt se tudtuk idáig, hogy ki, és ez most derült ki. A konfliktus az talán abból adódott, hogy ugye mindig le volt zárva az út, és nem lehetett autóval közlekedni. A polgármester egy földmérővel ment ki a területre, ám az út nyomvonalával a szomszédos föld tulajdonosan nem akarta beengedni. Ez vezetett ahhoz, hogy a férfi megfenyegette a polgármestert. Elkezdett kiabálni, hangoskodni a polgármesterrel, majd ezt követően a földméréshez előkészített kalapácsot felemelte, és legalább egy alkalommal a polgármester felé ütött. Az agresszív férfit fia kérlelte, hogy hagyja abba a fenyegetőzést, így végül lerakta a kalapácsot. A nyomozók végül előállították az 53 éves Tolna-Némediben élő férfit, és hivatalos személy elleni erőszak miatt hallgatták ki. Televíziónk úgy értesült, nem ez volt az első eset, hogy a két férfi összevitatkozott. Szerettük volna megtudni Víg Lászlótól, Tolna-Némedi polgármesterétől, hogy miként is történt az eset, és valóban volt-e az ügynek előzménye, vagy az csak szóbeszéd. Ám ő nem kívánt nyilatkozni, azt mondta, ő mindent elmondott a rendőröknek.